Dim Dynamite. Magyarország legőszintébb mozi csatornája. Sziasztok! Sziasztok! ST4, vagyis Stranger Things 4. Én már nagyon húztam a számat, én úgy voltam, hogy ismertek engem, tehát nekem ez, hogy negyedik, ötödik, hatodik évad. Tehát, hogy ne, én erről már sokat beszéltem, aki új a csatornán, vagy most látja először ezt, vagy a véleményemet hallja. Én ebben a formátumban nem hiszek, szóval ez olyan, amikor, és azt mondom, el fogom mondani, hogy más is az adnál is, hogy van egy matrioska baba, és akkor így veszed le a rétegeket, és az alján már egy ilyen pici van, de lófasz se ér. Tehát, hogy én itt már nagyon húztam a számat, és arra gondoltam, hogy egy kicsit itt is a minőség kárára megyünk, mert most akkor bezárult a dimenzió kapu. Úgy tűnik, de persze tudjuk, hogy nem elvesztettünk egy főszereplőt. Minden évad végén bezárult. Hát igen, ez is az, hogy én, és te is tudom, hogy te is így vagy vele, hogy azért válaszokat akarsz egy idő után, azt akarod, hogy most legyen meg. Megkérdezem tőled, figyelj, mi ez az entitás? Mi ez az árnyék dimenzió? Mi ez? Tehát így kérdezem így, hogy válaszolj rá. Tehát érted? Ez baj egy narratívánál. Nem fogod tudni elmondani. Jó, mindegy. De elkezdtük nézni, nyilván egy új közegben van részben, ugye ugrottak a szereplőink, tehát gimibe vagyunk, ez izgalmas nyilván, és van, aki ezt imádja, és persze ki ne szeretne nézni egy szerethető mennyiségű gimist, hogy akkor ők itt bukdácsolnak, ez jó. Ennek a sorozatnak, az új évadának, az első részének a vége volt az, ami azt mondatta velem, és a Gyuri tekintetéből azt látom, hogy vele is, hogy jó, akkor maradjunk. Jó, de gyorsan tegyük hozzá, hogy még csak az első részt láttuk. Így van, most és amúgy nem terveztük ezt a videót, egyáltalán. Ez most azért van, mert amúgy belelkesedtünk az első rész végére, és úgy voltunk vele, hogy nem bírjuk ki, hogy ne csináljunk, de amúgy az évad után akartunk volna csinálni. Abszolút. Figyelj, nekem olyan volt ez, hogy nagyon lassan indul, nagyon lényegtelen ez számomra, így az, most így az első részben, hogy ki mit csinál. Persze. Hát mindenkinek ez a kis magánélet izéje, ez unalmas volt, de a rész végére öregem meg olyan kőkemény horrorba ment át, mint az állat. Mi volt a vége? Nekem az mindig fokmérő, hogy a Gyuri mit mond egy ilyenre, mert a Gyuri az egy edzettebb ember horrorba, ha jobban is ért a horror műfajhoz, és tudja azt, hogy mi az, ami tényleg félelmetes, mi az, ami nem. És én arra gondoltam, hogy ezt fogod mondani, hogy ez neked is tetszik. Na szóval, jó, hogy ez kemény. És tényleg kemény, ráadásul ez a nem Missy, hanem Chrissy, vagy nem tudom milyen nevű csaj, hogy egy, ez egy olyan, hogy már ennek a résznek a végére őt azért úgy megkedvelted, tehát meg úgy félted, meg törékeny. Azért, mert egy Freddy Krueger vonal van. Na, ez tehát, nagyon jó. Tehát az ugyanaz történik meg, hogy kb. A lecsukod a szemed, sőt, neki aludnia se kell, igen, már ébren elkezd álmodni, és igen, nem tud elfutni az álmai elől. Jó, hogy ezt mondod, én magam is a Rémálom az elmúlt szám, mint referenciát akartam megjelölni, és azt hiszem, hogy tényleg ezt csinálták most itt ezek a tesók, akik kreátorai ennek az egésznek, hogy ezt vették át és hozták be időidőnösen. Jó kérdés, hogy ez majd hogyan fog kötődni ez az egész misztériumhoz, hogy vajon ez csatlakozik ehhez az árnyék dimenzióhoz, a más világhoz, vagy ez az a világ alatti világhoz, vagy most itt mi lesz, tehát hogy ez hogy jön be. Igen, tehát hogy ez egy kérdés. Én azért látom, hogy be van lebegtetve az ötödik évad, tehát hogy én nagyon nem akarom, hogy az áthúzódjon az ötödikre. Vagy most akkor évadonként jön egy új paranormális jelenség? De mindegyiknek ugyanaz az origója. Na ez az, de hogy azt azért el kell majd mondani, hogy nem tudom, tehát ezt csak a gonosz miatt, annak kiléte miatt nem lehet az örökké valóságot. Szerintem nyújtani. Mert egyébként, hogyha ez a sorozat úgy épült volna, hogy van egy hely, mint a Stephen Kingnél, nem tudom mi annak a neve annak a városkának. Derry. Igen. Tehát, hogy Derry, ahol paranormális dolgok történnek, és ott cseperednek a kis hőseink, de minden évad végén valami más jelenség van, akkor nem szólnék egy szót se. De itt viszont az az érzésem, hogy mindig ugyanaz van, mindig ugyanaz győzik le, és az valahogy mindig újra fenyegetőként visszajön. Meg azért az, hogy van egy boss, szóval eddig mindig volt egy új boss, és az is kicsit azért nekem, meg videójátékokat. Szerintem ez egy és ugyanaz. Hát igen, azt lehet csinálni minden eset, tehát itt majd indoklásokat kell adni, meg mondom, még egyszer mondom, tudom, hogy sok embernek, aki nézi ezt a videót, főleg egy új generációnak, már nem annyira számít ez, de azért nekem nagyon számít az, hogy ez a formátum kinyírja a misztériumot. Tehát azért eljön a pont, aminél már elkezdem azt mondani, hogy jó, nem érdekel, hogy mihez. Tehát a Lostnál is ez volt, emlékezz vissza, hogy jó, ez egy-két évad, mi van a hedge-be, bementünk a hedge-be, mik azok a számok, jó, megvannak a számok, mi az a izé, a végére kifulladsz, mint a szar. És azt fogod mondani, hogy jó de lesz. De ott a hedge egy bluff volt valahol. Hát ez meg a másik. Szóval, hogy mi itt a bluff. És itt is félek nagyon tudod, hogy jön egy bluff. Mert jó, ez a tag, ez nem bluff.
Hát ez nem blöff, ez ijesztő. De ez mit csinál a végén a csajjal? Úristen! Durva. Viszont az a drogos gyerek, a zenész, az nekem egy az egybe... De kihez hasonlít az? Mert nekem nagyon hasonlít valami. Ja nem, nem, nem az, hogy arccal hasonlít, hanem nekem ez az előző sásznak a klónja. Hát részben igen. Ti, ez nagyon ugyanaz a vadóc kívülálló menőcsávó, annyi, hogy ez füvet árul, meg, igen, izé, igen. Meg zenész. Meg ez egy jó, most én azt hiszem, hogy rá fogják kenni. Tehát itt most van egy olyan narratív lehetőség, hogy rákenik ezt, igen, a gyilkosságot, és bőven elkezdett sajnálni, mert ez, annyiban nincs igazad, illetve annyiban azt kell mondjam, hogy más, hogy ez egy szerethető gyerek. Jó, a másikat is azért úgy megkedvelted, mert ő is áldozattá válik. Az bőtlen. Egy nettó köcsög volt. Ez viszont valahol egy olyan jó indulatú tal. Meg az ráhínázott a filmbeli alter egót feleségére. Filmbeli alter egód egyébként töretlen. Jaj, már bár ez hülye. Most elkezdtem komolyan gondolkozni, ki a filmbeli. Nem a film, nem hasonlít rám, ez hülye. De jellemben. Jellemben egy apuka, bazd meg, semmi. Én nem tudom, mi ez a baromság? Jó, hát ezt többen mondták, hogy most. Nem mondták többen. Te szavazás volt róla, meg lehet nézni. Te elplántáltad ezt az incepciót, és a te követőid ráhívnáztak. Lehet, hogy én voltam az első, aki erre ráhívnett, de mások meg. Persze, hagyjuk ezt a szart szemüveget. Még mindig annyi most már ugyanolyan a szemüvegetek azóta. Nem ugyanolyan. Csak egy pulcsit kell venni. Hogy ő keretes szemüvege van, és kész. Na jó. A komoly mederbe tartva ezt a dolgot, tehát, hogy van nekünk itt most azért igen újra egy lehetőség, hogy elinduljunk egy irányba, ami nem biztos, hogy rossz. Meg azért itt van, hogy akkor Oroszországból jelentkezik a szál. Oké, mi lesz vele? Ez még mindig izgalmas lehet. Hogy fog visszajönni? Visszajönni, nyilván visszajön az évad végére. Egyáltalán most hogy vagyunk? Tehát, hogy akkor van 7 részünk, és akkor aztán jön még 7? Szerintem igen, szerintem valahogy így. És akkor 14 lesz összesen, ez jó hosszú. És akkor még itt a belrangozott 5. évad. Na mindegy. Tehát ez az egyik irányvonal, ami érdekel minket. A másik meg az, hogy akkor most kaptunk egy újabb múltbeli puzzle darabot, hogy itt a 11 kiírtotta a többit. Ezt én sem teljesen értem, ez most mi? Ez, hogy akkor ez most majd, hova akar tartani? Nem tudom, ezt majd akkor megint itt írjátok le a gondolataitokat erről, hogy így mondjuk érthetővé válik, hogy miért ennyire zabos az őszhajú tag, a fő orvost, akárki doktorit, miért olyan zabos a 11-re? De mi van, hogyha van még egy 11? Hát van egy ilyen anti-11, egy gonosz, és akkor azt hozzák be a végén. Aki ugyanúgy néz ki, mint ami 11. Miért ne? Csak mondjuk lehet, hogy ikrek. Jó, lehet. Mert ő miért csinálta volna ezt? Tehát, hogy... Most azt mondom, mint a tanúban a virágártásnak, a Tuschinger elvtárs, hogy egész újírói vénád van, barátom. És akkor a pelikánártás csak mondja, hogy... Hagyjuk. Még egy lábjegyzet erre a részre. Figyelj, itt az egész kosárlabda csapat egy poén. Tehát ezek ilyen 1.60-1.70 magas arcok. Mindenki picike ábe, de nem az, hogy nem kosaras alkat, hanem kurvára alacsony. Nem is értettem ezt az egész felállást, hogy hogy gondolja. Egyébként nagyon jó, hogy itt vagy a csatornában, mert olyan dolgokra tudsz néha figyelni, hogy te de ez miért nem? Tehát, hogy ordít, érted? Hogy ilyen kis törpék, az egész csapat törpikékből áll. Hogy gondolják? Nem tudom, igazából én próbáltam így a karaktertet nézni, kiből mi lehet. Nyilván megint van egy bullying szituációnk, amit gondolom megint 25-et redik bullying. Igen, és már egyre durvább. Most már egy egész osztály, olyan szintű köcsög, ami nincs a valóság. Igen, meg tudod, fölrúgják, meg megalázzák, és... Persze. Figyeljetek, nálunk a suliban vannak úgymond ilyen, akire mondja az angol, hogy ez a lag behind, tehát, hogy ilyen hátul kullogó, és hogy ilyen, akit kiközösítehetnék, de hogy nem ilyen egy diák közösség. Most én egy jófajta suliba vagyok, tehát nálunk nem ez van, hogy kinéznek magunknak. De meg biztos van ilyen. De a szituáció, tehát hogy a lánynak elvileg ő úgy tudja, hogy meghalt az apja, persze, az egész városa leégett, és igen, erről csinál egy memóriát. És ez jön, hogy mindenki röhög. Hagyjad már! Hagyjad már! Én szerintem ez az ilyen leglólevelebb ilyen, futottak még kategória gimibe van Los Angelesben max, mert egyébként egy ilyen gimibe, ami így néz ki, mint ez, nálunk is az, hogy figyelj, mindig van 3-4 diák, aki tök rendesen fölkarolja azt, aki hátul van. De tényleg is nagyon erősen megy, és hogy segít. De meg ez a fajta aljasság már ebben persze a korban, ez egyébként az iskolákban történő mészárlásoknak a melegágya. Persze. Tehát itt a tízi is, hogy elkattan, valószínűleg egyébként így összeroppantotta volna a csajt, ha meg lett volna a képessége, ja, mert ez annyira aljas. Persze. Tehát, hogy ez persze azért... Úgyhogy nem, ez nyilvánvalóan hülyesége az egész. Tehát, jó, mindegy, attól függetlenül alig várom, hogy nézhessen, csak nem volt időm több részt nézni, ja, de izgalmas lesz. Most viszont akkor az irányotokban pedig azt mondjuk, hogy most megnézzük még pár részt,
és nem garantáljuk azt, hogy részenként megyünk előre. Szerintem nézzük meg az egészet is egybe. Megnézzük az egészet is egybe. Ha meg olyan, hogy leszakad az agyunk, akkor lehet, hogy majd pár részenként, de ezt nem ígérjük meg. Nagyon sok futó projektünk van, kell itt ugye ilyen-olyan top 10-ekkel foglalkozni. Egy live-ot most már muszáj adni a népnek, úgyhogy igen, az is mindjárt jön. Na, elég az hozzá, hogy akkor várjuk a ti véleményeteket mindenképp. Mit gondoltok erről az egészről? Van ebben még potenciál? Meddig fut ki? Ti is mondjátok el, hogy mik a teóriáitok, mint a Gyuri itt belendített egyet, ami egész jó volt. Úgyhogy akkor meglátjuk, hogy mi jön. Az biztos, hogy itt találkozunk Stranger Things ügyben is. Sziasztok! Sziasztok.